Ezzel a sárga sállal fejezték ki szimbolikusan a nevelőszülők és a nevelt gyermekek együvé tartozásukat. Különleges társasjátékokkal, ügyességi és logikai feladványokkal, arcfestéssel, kézműves foglalkozásokkal szórakoztatták a szervezők a gyermekeket a főtéren. A rendezvény célja az volt, hogy megismertessék a nevelőszülői tevékenység jelentőségét. Vas megyében nincs hagyománya a nevelőszülőknek, arányaiban alacsonyabb számmal képviseltetik magukat, mint más megyében, ezért szeretnénk, ha az emberek látnák, hogy a nevel gyermekeket családi környezetben mennyivel jobban lehet felnevelni. Hagyományteremtő szándékkal indult a rendezvény, mely arra próbálta ösztönözni az érdeklődőket, hogy bátran vállaljanak nevelőszülői feladatokat. A nevelőszülő munkájának a lényege az, hogy próbálja meg a családon kívül nevelkedő embereknek biztosítani azt a biztonságot és azt a szeretetet, amelytől elesnek az állami gondozásban lévő gyerekek. A nevelőszülői hálózat a gyermekotthonok és a nevelőszülők együttműködésére alapoz. A nevelőszülők saját otthonukban nevelik a gyermekeket, ezt a munkát az intézmény támogatja úgy, hogy amikor kell, tanácsadók közreműködését biztosítja. Azért jöttünk ki most ide a főtérre, hogy toborozzunk nevelőszülőket, hogy megmutassuk magunkat, hogy lássák az emberek a nevelőszülőinket, a nevelt gyerekeinket, lássák meg, hogy milyen szépek az állami gondoskodás alatt lévő gyerekek, és hogy mennyire szép és nemes dolog ez a nevelőszülőzés. Csak az lehet nevelőszülő, aki betöltötte 24. életévét büntetlen előéletű és személyisége alkalmas gyermekbefogadására. Mielőtt valaki belevághat ebbe a tevékenységbe, nevelőszülői képzésen kell részt vennie. A jelentkezőket a gyermekvédelmi szakszolgálat várja.